Mostanában emlékezetes meccseket játszott az Alba és az oroszlány, hiszen tavaly tavasszal egy félpályás triplával nyert a Fehérvár, összel ellenben csak nem 70 pontos különbséggel szabályosan agyonverte az oroszlányiakat. Ezúttal az első félidőben úgy tűnt, inkább a szoros dramaturgia ismétlődik meg, hiszen az első negyedet a kékmezes Alba, a másodikat pedig az Ose nyerte három ponttal, úgyhogy inkább a kinti dobásokat erőltette mindkét csapat. Center egyik oldalon sem láttunk markáns teljesítményt, és még lepattanózásban sem alakult ki komoly különbség. Úgyhogy ezek után váratlan volt a harmadik negyedben látott hatalmas alba dominancia. A fehérváriak ekkor felidézték a két csapat őszi meccsét, alig engedtek pontot az oroszlánynak, miközben rendesen megszórták ellenfelüket. A hazaiak csak a negyed ötödik percében tudtak először betalálni, Addig a Somogyi és Ford által repített Alba már 17 pontot szerzett, és ezzel a végeredményt meghatározó különbség alakult ki. Az agresszív fehérvári védekezéssel nem tudott mit kezdeni az Ose, 36-ra hozta a játékrészt az Alba, és helythető volt, hogy innen már nincs visszaút az ellenfélnek. A negyedik negyedben le is menedzselte a meccset Matthias Zolnert csapata, az oroszlány számára Sovány Vigasz, hogy ezt a játékrészt megnyerte. Így is simán 83-66-ra nyertek a fehérváriak, akik közül Pongó, Ford, de Kósi, Vojvoda és Somogyi is 10 pont fölé jutott a meccs végére. Ezzel őrzi harmadik helyét az Arkonik Alba Fehérvár a táblázaton, folytatás pedig az év első hazai fehérvári mérkőzésén, szombaton az Zalaegerszeg ellen.